Ez egy nagyon meglepő fuvola, nagyon meglepett most engem. Régen játszottam rajta. Ez egy büfé típusú kis fuvolácska. A büfégyár már nem gyárt fuvolákat. A klarinétkiairól viszont iszonyatosan híres, és nagyon menő klarinétokat, tényleg nagyon megbízható márka. A fuvolákban érdekes módon, a honlapon is majd tudjátok olvasni ezeknek a fuvoláknak a történetét, csak kezdőknek, tehát tanuló hangszereket készített. Ez a fuvolácska körülbelül egy olyan 15 éves biztos van, viszont állati jó állapotban van, persze fel lett újítva, és nagyon szépen meg ki is lett tisztítva, de nagyon vigyáztak rá, úgyhogy nem volt nagyon sok dolog vele. És meglepő módon iszonyú könnyedén szól, ami egy nem annyira neves típustól szokatlan, ugye megszoktuk, hogy a Trevorok, a Yamahák, hú, de szuperek, könnyen szólnak. Na hát, itt van egy büfé fuvola, ami árban azért sokkal elérhetőbb, mint egy Yamaha, és nagyon könnyedén szól, és olyan kis vidám hangszernek érzem én. Hát, el kell jönni, meg kell próbálni, hogy másnak is ilyen-e. Na, mit mondjak még erről a hangszerről? Mit látok? Nagyon szép. Tényleg, igazából főként az árfekvése miatt olyan családokba vagy olyan gyerekeknek, fiataloknak tudom elképzelni, akik tényleg nem tudnak megfizetni egy Yamahát, viszont szeretnének egy jó hangszert és megbízható fuvolát. Úgyhogy nekik sok szeretettel.